Köszönöm szépen, és most a köszöntők után egy rövid összefoglalót hallgatnak meg. Bihari Péter rektor helyettes úr tartja az előadást, hogyan legyél sikeres műegyetemista, és ilyen alapokra építve hogyan juthatsz el a Nobel-díjhoz. Kedves vendégeink, tisztelt díjazottak! Az előadásomban, ahogy a cím is mutatja, pár gondolatban arról emlékeznék meg, hogy hogyan is válhatnak sikeressé azok a hallgatók, azok a tanulók, akik az önök kezei közül kerülnek ki, és lesznek a műegyetem hallgatói. Mi is vezet ehhez a sikerhez? Az első lépcső nyilvánvalóan az, hogy a közoktatásból eredményesen kikerüljenek, és egy érettségi bizonyítványt szerezzenek, amivel bizonyítják azt, hogy megtanulták, amit kellett, megszerezték azokat a képességeket, amik kellenek, és elindulhatnak fölfelé, a csillagok felé vezető úthoz, ahol a végén ott lehet akár a Nobel-díj is, ahogy láttuk ezt mostanság, hiszen két új magyar Nobel-díjasunk is van. A siker összetevőihöz sokféle kompetenciára van szükség. Ebben az előadásban egy picit áttekintjük azt, hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki sikeressé váljon. Hát mi is kell ehhez a sikerességhez? Kompetenciák. Ugye manapság divatosan használjuk ezeket a szavakat, pedig komoly jelentéstartalmuk van ezeknek a kifejezéseknek. Lehetnek ezek kemény, hard kompetenciák, tudás, képesség valamire, de a sikerhez ugyanígy kellenek olyan soft kompetenciák, amit ma transzverzális készségeknek is nevezhetünk, tehát sokféle néven hívhatjuk, de ez mind kell ahhoz, hogy valaki sikeressé váljon. Önmagában az, hogy valaki jól tudja a matematikát vagy a fizikát, még nem elég ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Alkotni is tudni kell, kihívásokra reagálni, sikerrel helytállni a különféle kihívásokban. Ezeket a középiskolában önök tudják elültetni a tanulókban, ahogy ma elhangzott, legyenek jó magvetők ezen a téren is. Sokkal több mindent tudnak átadni, és kérjük is, hogy adjanak át a tanulóknak, hogy amikor bekerülnek a felsőoktatásba, azt a sikeres pályát, amit elkezdtek a közoktatásban, a középiskolában, folytatni tudják. Hova is kerülhetnek ki a közoktatásból a hallgatók, illetve a tanulók, miután ide jutnak a BME-re? Kik is vagyunk mi? Néhány gondolatot, néhány számot a BME-ről, hogy mekkorák is vagyunk. Az ábra ugyan nagyon zsúfolt, de a lényeget azt ki tudjuk emelni. A BME az ötödik legnagyobb magyar felsőoktatási intézmény a hallgatók létszámát tekintve. A 20 000-es klubban benne vagyunk, bár a demográfiából az következne, hogy már 19 ezer környékére kellett volna csökkenni a hallgatói létszámunknak, de szerencsére ez nem történt meg, még mindig 20 ezer fölött vagyunk. Köszönhető ez a széles képzési kínálatunknak, 7 képzési területen több mint 20 alap és közel több mint 40 mesterképzési szakon folytatunk képzéseket, tehát nagyon széles palettával várjuk a közoktatásból kikerülőket. Ha az oktatói létszámot nézzük, akik oktatják ezt a több mint 20 ezer hallgatót, akkor a hatodikak vagyunk. Nem tudunk versenyezni olyan klinikákkal rendelkező nagy tudományegyetemekkel, mint Debrecen és Szeged, hiszen még nincsen egészségügyi intézményünk, de ki tudja, mit hoz az élet. Úgyhogy egyelőre csak a hatodik helyen vagyunk, de minőségi kiszolgálást tudunk nyújtani ennek a több mint 20 ezer hallgatónak, hiszen éppen nemrég tanúsította a MAB a műegyetem minőségbiztosítási rendszerét, úgyhogy megfelelő képességekkel, készségekkel felvértezve várjuk a közoktatásból kikerülő hallgatókat. Az MTMI területről kettőt emeltem ki, a műszaki, illetve az informatikai alap- és mesterképzéseket. A műegyetem, amint az előző ábrán is látható volt, egy majdnem 70 fős mezőnyben dolgozik. Informatikai jellegű vagy műszaki jellegű képzés ebből a 70 intézményből közel 40 intézményben van. Tehát a mezőny nagyon széles. És ehhez képest a műegyetem a műszaki alapképzésen a diplomások közel 30%-át átlagosan,
mester az informatikai képzésen pedig 17%-át bocsátja ki. Tehát ahhoz képest, hogy hány versenyző is van ezen a pályán, a műegyetem meghatározó súlyú, és ezt díjazza is az ipar, a foglalkoztatók és a munkaadók. A BME diplomája rendkívüli értékes. Ha megnézzük a diplomás pályakövetési rendszert, akkor az innen kikerülő hallgatóink átlagkeresete jóval megharadja az országos átlagot, és a versenytárs intézményekből kikerülő diplomásokhoz képest is jelentős többlettel rendelkezünk. A mesterképzéseknél még erőteljesebb a BME súlya. Ha megnézzük, akkor a műszaki mesterképzések nél majdnem a kétharmadát bocsátja ki a BME, pedig a pálya itt is sok szereplős, és az informatikai mesterképzéseken is közelítünk a feléhez kisebb-nagyobb hullámzásokkal. Tehát minden tekintetben vannak hullámvölgyek is, de azon dolgozunk, hogy a hullámvölgyből kijöjjünk, és egy sokkal dinamikusabb fejlődéspályát mutassunk. Honnan érkeznek a hallgatók ide a műegyetemre? Az elmúlt évtizedben jelentős átrendeződés zajlott le a bejövő hallgatók, tanulók forrás szerkezetét tekintve, vagy ilyen szép szakkifejezést használjak. 10 éves átlagban a gimnáziumból érkezők aránya 86% volt. És ahogy átalakult a közoktatás, ez az arány is megváltozott, megnőtt a szakképzés felől érkező hallgatók részaránya, a gimnazistáké lecsökkent 80%-ra, és természetesen ezzel párhuzamosan a szakképzésből érkezőké elkezdett növekedni. Ez újfajta kihívást jelent az egyetem számára, hiszen az eddigi alapvetően közismereti tárgyakra fókuszáló oktatás helyett megjelennek a szakmai tárgyak, és ez látszik az érettségi tárgyak vonatkozásában is, mert ezeket is megvizsgáljuk, rendkívül sokféle tantárgyból érettségiznek az ide kerülő hallgatók. Honnan jönnek? Ahogy az iskola szerkezet is egyre heterogénebbé válik, úgy a település szerkezeti megoszlás is egyre szélesebb. Ha megnézzük, akkor a BME egy országos lefedettségű intézmény. Mindenhonnan jönnek. Nincs az országnak olyan szöglete, ahonnan ne jöhetnének hallgatók, sőt, határon túlról is érkeznek a műegyetem képzéseire hallgatók. Erdélyből, Felvidékről, Ukrajnából, Újvidékről szép számban. Tehát nyitottak vagyunk más irányokba is, nem csak a belföldi hallgatók felé, és hát ha megnézzük ezeket a karikákat, hogy melyik településről, melyik régióból hányan érkeznek, ez arányos a népesség számmal, tehát az arányosság szépen kimutatható. Mi kell ahhoz, hogy akik ide érkeznek ilyen heterogén iskolai szerkezetből, az ország minden területéről sikeressé váljanak? Mi az, ami meghatározza az egyetemi sikerességet? Van egy mérőeszköz a felvételi eljárásban, amit úgy hívnak, hogy felvételi pontszám, ami egy összetett mérőszám, hiszen évvégi érdemjegyeket, érettségi eredményeket, többlet teljesítményt elismerő többletpontokat tartalmaz, tehát egy elég komplex mérőszám, a végén persze csak egy szám, valahol a 0 és az 500 közötti skálán, és azt vizsgáltuk, hogy az elmúlt közel 10 évben milyen összefüggés alakult ki a felvételi pontszám és a sikeresség, illetve a kevésbé sikeresség között. Igazából a számok nem érdekesek, a piros és a zöld oszlopok közötti határmesdjét kell nézni, és azt látjuk, hogy ahogy emelkedik a felvételi összes pontszám, úgy növekszik a sikeresség. Itt a végén van egy érdekes törés az 500 pontosoknál, ott még dolgoznunk kell nekünk is, hogy megtartsuk ezeket a hallgatókat, akik ide kerülnek ilyen rendkívül magas pontszámmal, de sok erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy azokat, akik
akiket önök ilyen kiválóan felkészítenek, és ilyen rendkívül magas felvételi pontszámmal kerülnek hozzánk, meg is tartsuk őket. A mostani felvételi rendszer, ami 10 évet, vagy több mint 10 évet élt velünk, most búcsúzik. 2024-ben egy teljesen új, nagyrészt új felvételi rendszer kerül bevezetésre. Ez volt az utolsó eljárás, ahol központilag egységes szempontok szerint pontozták a jelentkezőket. A Műegyetem a csúcson búcsúztatja ezt a felvételi rendszert. Amióta ez az 500 pontos rendszer működött, a 2023-as évben vettük föl a legmagasabb felvételi átlagpontszámmal a jelentkezőket. Ez a 425-ös pontszám, ez egy kiemelkedően magas pontszám. Matematikusok, ha itt vannak, akkor még statisztikai mutatókat is látnak, medián, szórást és egyéb mutatókat, de igazából az átlag és az eloszlás az érdekes. Kiváló munkát végeznek a középiskolában azok, akik a BME-re készítik föl a jelentkezőket, mert a többségük azért 400 pontot jóval meghaladó pontszámmal kerül be az egyetemre, ezért elismerés illeti önöket. Ha megnézzük, hogy mik azok a tantárgyak, amiből a legtöbb érettségit teszik a jelentkezőink, akkor az első helyen az angol most letaszította a matematikát. Az elmúlt évtizedekben a matematika állt az első helyen, de most angolból több volt az érettségi bizonyítvány, amit a jelentkezők bemutattak, de a matematika azért még csak pár tíz érettségi eredménnyel marad el az angol nyelvtől, tehát a matematika ott van az első helyen, és ha megnézzük, akkor az emelt és a középszintű érettségi aránya egészen jó. Az MTMI területen a második helyen az informatika végzett, és ez már hosszú évek óta így van. Az informatika folyamatosan lépdel előre ezen a képzeletbeli dobogón, és sajnos a fizika, biológia, kémia az csúszik lefelé. A fizika az, ami igazán komoly teret veszített az elmúlt időszakban az informatika rovására. Ha megnézzük, hogy ez a két meghatározó MTMI területhez tartozó tantárgy és a belőle szerzett eredmények milyen megosztást mutatnak, akkor azt látjuk, hogy a középszinten letett érettségik száma nagyobb. A most búcsúzó felvételi rendszer azonos pontszámmal, azonos értéken kezelte a közép- és az emelt szintű érettségit. Viszont az új felvételi rendszer az átszámítási kulcsával be fogja árazni, vagy az emeltet, vagy a középszintűt, ahogy vesszük, hiszen az középszintű érettségi eredménye csak 2/3 felvételi pontot fog érni. Ez elképzelhető, hogy egy átrendezést fog hozni, vagy átrendeződést fog hozni a tanulók emelt vagy középszintű érettségire való jelentkezése tekintetében. Ha megnézzük, hogy milyenek az eredmények ezekből az érettségi tantárgyakból, akkor azt látjuk, hogy matematikából a magas pontszámok dominálnak. Tehát amíg a felvételi pontszámok egy picit jobban közelítették a Gauss eloszlást, talán szabad itt ilyesmit mondani, ennyi matematika és természettudományos kolléga jelenlétében, addig az érettségi eredmények sokkal inkább a magas pontszámok felé tolódtak el, mind matematikából, mind pedig informatikából is. Tehát itt is megmutatkozik, hogy milyen kiváló felkészítő munkát végeznek önök ott a középiskolákban. És hogyan fogja ösztönözni a teljesítményt ez az új felvételi rendszer 2024-től, hiszen igyekeztünk olyan rendszert kialakítani, élve az intézményi lehetőségekkel, ami továbbra is teljesítmény ösztönző. Hiszen azt látjuk, hogy a sikernek fontos komponense az, hogy kik milyen kompetenciával érkeznek ide a műegyetemre. Az alapkonstrukció nem változott az új felvételiben, a tanulmányi és érettségi pontok rendszere megmarad. Az újdonság az érettségi pontoknál a 2/3 átszámítási szabály, és ami jelentős intézményi mozgásteret ad és teljesítmény ösztönzők bevezetését teszi lehetővé, az az intézményi pontok rendszere. Igazán komoly változás itt történik meg.
kisebb változások vannak ott, hogy mi lehet az ötödik tantárgy. A most búcsúzó rendszerben az ötödik tantárgynak természettudományos tantárgynak kellett lennie, az új rendszerben az intézményképzési töletenként határozhatja meg, hogy mi legyen ez a tantárgy. A műegyetem szélesre tárta a kapukat a tekintetben, hogy milyen ötödik tantárgyakat lehet választani, akár a két évig tanult tantárgyak évvégi jegyeit, akár a érettségi tantárgyak jegyeit tekintve. Itt fontos megemlíteni, és ez nagyon sokszor kérdésként felmerül középiskolás tanároktól is, meg jelentkezőktől is, hogy a kétharmados szabály hol számít. Itt nem számít, itt a minden érettségi ugyanannyit ér, ennél a pontszámítási blokknál. Az érettségi pontoknál viszont megjelenik a kétharmados szabály, tehát ott abban a 200 pontos blokkban, ahol a két érettségi tantárgy eredményét kell figyelembe venni, ott az emelt szintű érettségi egy az egyben számít, a középszintű pontszáma százalékos értéke egy kétharmados szorzóval válik felvételi pontszámmá. Ez egy ösztönzést jelent abba az irányba, hogy ha valaki magas pontszámot szeretne elérni, akkor érdemes emelt szintű érettségit tenni, de az emelt szintű érettségit nem csak a pontszám miatt érdemes választani. Az emelt szintű érettségi miatt sokkal többet tesznek a diákok is, hiszen ez egy döntés, egy elhatározás, hogy emelt szintű érettségit szeretnék tanulni. Ehhez ott vannak a fakultációk, és ahogy hallhattuk elnök asszonytól, ha természettudományos fakultációt választanak, akár csak egy ember is, azt el kell indítani. Tehát bízunk benne, hogy akkor a közoktatásban is meg lesz ennek a háttere, és választani fogják. Tehát elhatározás, többletteljesítmény, erőfeszítés, szorgalom, kitartás mind-mind ott van az emelt szintű érettségi mögött, és ezek olyan kompetenciák, amelyek később akár a felsőoktatásban, akár pedig a munkaerőpiacon használhatóak és kamatoztathatóak lesznek. Az intézményi pontokkal kellő körültekintéssel bántunk. Nem akartunk forradalmi változásokat, ezért megtartottunk mindent, ami jól működik, de egy picit átskáláztuk, hogy motiválóbb legyen, és ahol lehetőségünk nyílt rá, ott új eszközöket, új elemeket is bevezettünk. Nagyon fontosnak tartjuk a nyelvi kompetenciákat. Oklevélhez most már hivatalosan nem kell nyelvvizsgát bemutatni, hanem szaknyelvi kompetenciákat kell megszerezni, de az egyetemeknél megmaradt a lehetőség, hogy elismerjék a nyelvvizsgát, és úgy döntöttünk, hogy már a bemenetnél támogatjuk azt, hogyha valakinek nyelvvizsgája van, hiszen korszerű szakirodalmat idegen nyelven lehet elolvasni, megszerezni. Egy jó mérnök, egy jó informatikus nem lehet meg idegen nyelv, különösen angol nyelv ismerete nélkül. Tehát ezt ösztönzésképpen elismerjük. Ugyanígy fontosnak tartjuk a digitális kompetenciákat. Az ipar 4.0, a digitalizáció, a dolgok internete, mind-mind azok a technológiák, amik abba az irányba mutatnak, hogy kellenek ezek a digitális kompetenciák. Ha valaki versenyen vesz részt, az is egyfajta többletteljesítmény, ezt is elismerjük és honoráljuk intézményi ponttal. Ahogy említettem, az idegen nyelvi kompetenciáknál a hangsúly a nyelvvizsgákon van, de más kompetenciákat is, ami idegen nyelvet igazol, elismerünk intézményi ponttal, mert már ez is egy jó belépő ahhoz, hogy valaki kommunikációképes, olvasóképes legyen idegen nyelven. A digitális kompetenciákat a Neumann János Számítógép Tudományi Társasággal együttműködve határoztuk meg, az ő bizonyítványrendszerüket alapul véve, hiszen pont a Neumann professzori ösztöndíj is egy együttműködés, vagy Neumann professzori díj is egy együttműködés eredményeképpen jött létre az NJST-vel. Az emelt szintű érettségit is honoráljuk, jobban, mint a régi rendszer, tehát fontosnak tartjuk azt, hogy valaki tegyen emelt szintű érettségit, pont azok miatt, amit az előzőekben elmondtam. És a műszaki természettudományi területen megkerestük azokat a jellegzetes, jellemző versenyeket, ahonnan tanulóink, hallgatóink eredményeket hoznak el, és ezeket beemeltük a díjazható, a ponttal elismerhető versenyek közé.
és itt bővítettük azt a listát, amely erre alkalmas. Viszont minőségbiztosítási céllal húztunk egy határt. Mert az előzőekből is látszott, hogy mi az, amivel még meg tud küzdeni a BME, és mi az, amivel már nem. Ezért a régi 280 pontos felvételi határ helyébe 320 pontos határt írtunk. Nem kevés modellszámítás előzte meg ennek a pontszámnak a beállítását. Azért is olyan az intézményi pontrendszer, amilyen, hogy ösztönözze a többlet teljesítményt, adjon egyfajta motivációt, ami később hozzájárul a sikerességhez. Ahhoz, hogy ezeket a célkitűzéseinket el tudjuk érni, az önök közreműködésére van szükség a középiskolákban. A matematika, a fizika, a kémia, az informatika és még számos más tantárgy területén, amit nem lehetünk elég hálásak, hogy megköszönjünk önöknek, hogy ilyen jó felkészítő munkát végeznek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.